Természeti tájképek, légi felvételek, nagyatár ismerős utcái, tragikus történetek, ezekről mesélnek a Zoom című kiállítás képei. A megnyitón Orma István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mindegyik alkotó munkájáról ejtett pár mondatot. Amikor bejöttem délelőtt, éreztem, hogy egy előtérbe lépek. Ezek a fotók, ezek működnek, hatnak. Azonnal, ahogy ránéztem a képekre, megragadtak. Valami erő van bennük. Ezek a képek, ezek sokkal többek a hétköznapoknál. Ezekben benne van az élmény, és nagyon sokkal közülük benne van a katarzis. Valaminek a megértése, valaminek a meglátása. A négy kiállító képeiben hónapok munkája rejlik, hanem évek. Huszár Endre fotóin a természet közelsége, az erdő szeretete nyilvánul meg. Ahogy mesélte, egészen fiatalkor óta szereti a természetet. Pünkösd Márton képein is hasonló motívumok jelennek meg. Én imádom a természetet, mivel ez az őszi időszakban készült, igazából a természetnek ősszel két szép arca van, a hajnal és a naplemente. Engem lenyűgöz a természet, tehát imádok órákig bandukolni a természetben, felfedezni apró részleteket. Nyilván minden fotós törekszik arra, hogy egy picit másként, egy picit sajátosan, egy kicsit más szemszögből, kicsit más látószögből mutassa be a szépséget. Bálint egy 4x4-es kompozícióval érkezett. Külön érdekessége a képeinek, hogy akadnak köztük légi felvételek is. Egy ilyen kísérleti stádiumban vagyok a légi fotózásra, ez mindig is érdekelt engem, hogy milyen lehet egy táj felülről. Ezért is gyerekkoromban is már imádtam, hogy helikopterre lehetett ülni. És hát ugye a fényképezéssel együtt jött az egész dolog, hogy kipróbáljam, hogy milyen lehet fényképezni. Fölmásztam a fára, tetőkre, létrára. Aztán amióta a technológia megengedi, azóta hát kipróbáltam ezt a drónos fényképezést is. A természetben és a városról készült képek szépségükkel üzennek. Viszont vannak olyan fotók is a tárlaton, melyek hányattatott sorsú emberek életét meséri el. Őrég Dániel két fotóriportja is megtekinthető a kiállításon. Az egyik címe a Hidon túl, a másiké a Bűnös. Dániel közel fél éves munkát fektetett mindkét riportba. Hát ezek korszeletek igazából, tehát ezek korképek. Ami itt van most a falon, ez a 2017-ből kettő darab kidragott történet, igazából szeltek az életünkből, nagy, így lehet mondani. Tehát akkor elmész valahol, elmész egy ház mellett, és benéz az ablakon, és elképzeljük, hogy élnek ott bent, ezek azok a képek, hogy ők élnek ott bent, nagyjából. Kitekintések, igazán ezt így mondom. Kitekintések és betekintések, betekintések házakba. A kiállításra eljött Bári Ferenc, híres természetfotós is. Igaz, ő fényrögzítő erdélyi munkásként hivatkozik önmagára. Ő arra biztatja az alkotókat, folyamatosan mutassanak be új képeket, ne álljanak le a gépkészítéssel. Egy páran most bontogatják a szárnyaikat. Tehát az útirány az nagyon jó, megvan adva, csak így tovább. Na most mindig attól függ nagyon sok minden, hogy meddig tart a láng. Mert ha ezek az emberek, akik itt kiállítanak most, bármelyik valamilyen oknál fogva abba hagyná, az nagy veszteség lenne az embernek is, tehát a szerzőnek, és a közönségnek is. A kiállítás még sokáig megtekinthető a kulturális központban. Egy dolog biztos. Aki a kiállítást látta, nem csak egy élménnyel lett gazdagabb, hanem meg annyi színes történettel is.